Hivatalosan is bemutatta a Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK a csapat új edzőit, Cristiano Bergodit. Az olasz szakember, akinek nagy tapasztalata van a román bajnokságokban, Leogro Zavut váltja a kispadon. Sajtótájékoztató keretében mutatkozott be Cristiano Bergodi, a Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK első ligás labdarúgó csapatának új edzője. Az olasz szakember több román klubot edzett már az utóbbi 16 évben, többek között a marosvásárhelyi Asszia kispadján is megfordult. Legutóbb a CSU Krajovát irányította, amelyel ezüstérmet szerzett. Bergodi elmondta, választásában egyik fontos tényező a csapat adminisztrációjának a jó hírneve volt. Örömmel jöttem vissza a román bajnokságba ehhez a csapathoz, mert tudom, hogy nagyon komoly klubról van szó, komoly vezetőkkel. Ezért azonnal igent mondtam, két nap alatt már meg is egyeztünk. A célkitűzés ismét a tabella felső hányada, a rájátszás. Jó eredményeket értek el a korábbi edzővel, Leogro Zavuval, de az idei bajnokság nem kezdődött a várakozásnak megfelelően, ezért döntöttek a váltásról a kispadon, mondta el Hadnagy Attila sportigazgató. Hozzátette, választásukban az játszott lényeges szerepet, hogy Bergodi jól ismeri a román bajnokságot. Nekünk egy olyan edző kellett most, akinek tapasztalata van, és aki oda teszi magát. Úgy érezzük, hogy ő lesz a sikeres. A célunk nem változott, az első hatba szeretnénk végezni. Ő is úgy jött, hogy bevállalta ezt, és nagyon reméljük, hogy el is érjük a célunkat. Az új szakvezetés szombaton mutatkozik be élesben, amikor a Sepsi OSK az FC Voluntárt, Bergodi másfél évvel korábbi csapatát fogadja. Ez lesz az új Sepsi OSK arénát felavató mérkőzés is egyben.